Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök a híradót látják, Kozó Attila vagyok. Hódmezővásárhelyen nyitotta meg a 2022-23-as tanévet a hétvégén a Magyar Református Egyház. A házigazda a Vásárhelyi Köznevelés 300. évfordulóját ünneplő ótemplomi református egyházközség volt. A Balogh-Imsi sportcsarnokban megtartott rendezvényen Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy idén is a megszokott módon felfűtött tantermekben tölthessék a tanévet a diákok. A pedagógusoknak megismételte a kormány korábbi ígéretét, eszerint 2028-ra éri el a keresetük a diplomás átlagbér 80%-át. Több mint 100 református köznevelési intézmény képviselői vonultak fel szombaton Hódmezővásárhelyen a Bocskai István Lövész Dandár zenekarának kíséretével. Az országos tanévnyitó házigazdája idén az ótemplomi református egyházközség volt, mivel most ünneplik a vásárhelyi református oktatás 300. évfordulóját. Ezt a tanévet, ami gyülekezetünk egy 300 éves jubileumnak tartja, tulajdonképpen egy 10 éves centenáriumi ünnepség sorozat lezárása, mert 2012-ben a templomot újítottuk föl, akkor az volt 300 éves, és hát ezt kérvényeztük az egyházi elöljáróinktól, és megtámogattak bennünket azzal, hogy ezt az egyéves ünneplést ezzel a rendezvénnyel, a tanévnyitó megnyitásával indítjuk el. A tanévnyitó a református köznevelés részvevőinek legnagyobb éves összejövetele, tette hozzá a lelkipásztor. A rendezvényen Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár arról számolt be, hogy a koronavírus járvány kihívásait sikerre vette a magyar közoktatás, de most a korábbinál is több feladat áll előttük. Nem lesz egy könnyű tanév, hiszen a járvány sem szűnt meg teljesen, az energiaválság is itt van a nyakunkon, és az ellenfeleink is készülődnek, hogy a tanév rendjét amennyire csak lehet megzavarják. Hát ezt nem szeretnénk hagyni. A tanuló helye az iskolában, a pedagógus helye a katedrán, a szülők helye pedig a munkahelyükön van. Ezen is múlik, hogy megerősödve kerülünk-e ki ebből a járványügyi és háborús veszélyhelyzetből. A kormány ezért mindent meg fog tenni, hogy hagyományos munkarendben, szokott módon felfűtött iskolákban és zavartalanul folytatódjék az oktatás ebben a tanévben is. A Balogh-Imsi sportcsarnokban a tanévet Bruckner László, a református oktatási szolgálat főigazgatója nyitotta meg. A Magyarországi Református Egyház vezetősége nevében a 2022-2023. Évi köznevelési tanévet megnyitom. Kívánom, hogy a tanév végén mindannyian lelki, szellemi és hitbeli növekedésről tudjunk számot adni Istenünk előtt. A tanévnyitó istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli egyházkerület püspöke hirdetett igét. Nem akart világ megváltó lenni, csak igaz önmagához. Így vallott a barát, a pályatárs Csekovszky Árpádról, akit a 20. század legnagyobb keramikus művészei között tartanak számon. Nem csak meghatározó alakja volt szakmájának, de 40 éven keresztül tanított az iparművészeti főiskolán is, hidat képezve a modern magyar kerámikus művészet megteremtői és annak harmadik generációs képviselői között. A 25 éve elhunyt mester grafikáiból és kerámiáiból kiállítást nyílt az idén negyed évszázada működő Vásárhelyi Kerámia Szimpóziumnak helyet adó Nemzetközi Kerámia Központban. Ha nem ide születik, világhírű lett volna, mégis hálásak lehetünk azért, hogy magyar volt, mert 40 éven keresztül tanított az iparművészeti főiskolán. Hangsúlyozta az egykori tanítvány Pannonhalmi Zsuzsa, Csekovszky Árpád alkotásai között a Nemzetközi Kerámia Központban. A 20. század egyik legjelentősebb művészének vásárhelyi kiállítását pályatársa és hűbarátja, Németh János a nemzet művésze is méltatta. Nem akart világ megváltó lenni, csak igaz akart lenni önmagához. Mély lelkülettel és hittel élve gondolkodott, érezte és tudta, hogy műalkotás új csak úgy született, ha gyökerei vannak annak. Ehhez kell hozzátenni a magunk és a kor üzenetét. A 25 évvel ezelőtt elhunyt Csekovszky Árpád első kézből a modern magyar keramikus művészet megteremtőitől, Borsos Miklóstól és Gádor Istvántól tanulhatta meg a szakmát, hogy aztán ő maga is mesterré váljon. Plasztikáit geometrikus elemekből építette fel, de szívesen tért vissza az ősi formákhoz, az idolokhoz is, ahogyan a keresztény motívumok is felfedezhetők munkáin. Két évig leltároztunk, 867 kerámiát vettünk föl, és 1600
grafikát és festményt. Ennyi maradt utána. Munkamániás volt. És azért örülök, hogy itt mindenből egy kis keresztmetszetet adhatunk ezen a kiállításon az ő munkásságából. A Csekovszki hagyaték gondozását közalapítvány is segíti, a művész egykori műtermében pedig kiállítóház működik Budapesten. Árpádnak köszönhetően a 17. kerület és Rákosliget felkerült a Magyar Kerámia Művesség térképére. Örülök, hogy hagyatékának gondozásában, az értékek továbbadásában, a kezdő lépéseknél az 1990-es évek végén szerény szerepem lehetett. A Munkácsi díjas érdemes művész örökérvényű munkásságát bemutató kiállítás december 11-ig látogatható a Nemzetközi Kerámia Központban. Hatalmas felnik, egyedi fényezések és rengeteg lóerő. Vásárhelyi szervezéssel országos tuning autó találkozót rendeztek vasárnap Mártéjon a Bodnár Bertalan Oktatóközpont udvarában. A meghívásos rendezvényre több tucat autó különlegesség érkezett, így látnivalóból nem volt hiány a találkozón. A Mártéi Holták partján gyűltek össze vasárnap az ország tuning autósai, hogy kiállítsák és megcsodálják egymás nagy becsben tartott kocsijait. A rendezvény meghívásos volt, így csak a motorikusan vagy esztétikailag kiemelkedő gépek állhattak be a Bodnár Bertalan Oktatóközpont parkjába. Próbáltunk minél szebb állapotú autókat választani. Mindenki szereti az autóját. Ugyanúgy le tudunk ülni egymással beszélgetni arról, hogy a hétvégén akkor mit csináltál az autón. Ez a társaság ismeretlenek találkoznak, barátságok kötetnek, tudnak egymással beszélgetni olyan emberek, akik amúgy nem is találkoznak. Az ország több pontjáról is jöttek, akik nem szoktak máskor összefutni. És igazából nincs semmi más, ami úgy összeköt minket ezen kívül. Ebbe a fekete 80-as évek végén készült BMW-be 3 év munkát fektetett Tábai Levente és édesapja. A Bajor autó most légrugókon fekszik, új hangrendszer van benne, és az utolsó csavarig fel lett újítva. Ez a lehetőségem adódott édesapám által. Ezt már kb. Ilyen 20 éve a családban van. Én egy 3 éve örököltem meg tőle, úgymond, és így közösen egy projektbe vágtunk, hogy felújítjuk. Először csak sima felújításnak indult, aztán így elindult egy ilyen kattanásom, hogy átalakítgatásokkal így a mai tuning világnak megfelelően ilyen szolidan legyen megcsinálva. Ez a kettes Golf sem mondható gyárinak, hiszen a szalagról még 69 lóerővel gördült le, most azonban egy több mint 200 lóerős motor van benne. Betkó György a foglalkozása szerint autószerelő tulajdonosa a megnövekedett teljesítményhez új fékeket, váltót és felfüggesztést is szerelt a kocsiba. Ez eredetileg egy 1.6-os motorral szerelt kocsi volt, benzinessel, és hát egy régi havari társaságból jött az ötlet, hogy tegyünk bele egy VR6-ot. És akkor első körben az volt, hogy beleraktuk a motort úgy, ahogy van. Én nem voltam vele megelégedve, és kivettem otthon a motort, szétszedtem darabokra, és ugye, mint ahogy a képek is mutatják, ugye mindent lefényeztem, felújítottam, és ez lett a végeredmény. A szervező Karasz Sándor is elhozta saját autóját, és stábunknak arról is beszélt nála, hogyan kezdődött a tuning szenvedély. Szeretem az autókat, szerettem volna egy V8-as autót, nagyon tetszik a hangja, aztán igazából magával ragadt a dolog, venni kellett felnit, át kellett fóliázni az autót, apróságok, a belsejét díszítgettem. Úgyhogy igazából ez szerintem van, aki beleszerelmesedik és ezt csinálja. A szeretett autóba fektetett pénznek és energiának pedig csak az ember szabad ideje és pénztárcája szab határt, tette hozzá a szervező. Gyermekfutballtornát rendeztek és sétányt is avattak a hétvégén a Városi Stadionban Sarusi Kis József tiszteletére. Vásárhely utánpótlás sportjáért, annak fejlesztéséért és támogatásáért rendkívül sokat tevő helyi vállalkozó 2020. decemberében hunyt el. Futballal fertőzött focista szülőként 15 évvel ezelőtt életre hívta a Hódmezővásárhelyi Tigrisek utánpótlás sportalapítványt, amely szponzori és pályázati támogatásokkal segítette a helyi utánpótlás sportot. 2009-ben neki volt köszönhető, hogy 40 sportegyesület aktív részvételével a nagy sportág választó meghonosodott városunkban. A Hódmezővásárhely Futballklub most utánpótlás emléktornát szervezett, és 22 fa ültetésével sétányt is létrehozott Sarusi Kis József emlékére. Legyetek erősek, legyenek kitartóak, küzdjetek, és mindig az a lényeg, tudjátok, a játék az gólra megy.
Lehet futni sokat, de a végén legyen benne a labda a hálóba. Ezekkel a szavakkal indította útjára a gyerekeket a Városi Stadionban a férje tiszteletére rendezett focitornán Sarusi Molnár Andrea. A 7, 8, 9 és 10 éves focipalánták részvételével zajló utánpótlás emléktornát a Hódmezővásárhelyi Tigrisek utánpótlás sportalapítvány és a Hódmezővásárhelyi Futballklub közösen rendezte Sarusi Kis József emléke előtt tisztelegve. Nagyon szomorú az, hogy 2020 végén ő viszonylag fiatalon, de eltávozott közülünk. A Covid helyzet nem igazán tette lehetővé eddig, hogy egy nagyobb szabású tornát rendezzünk az emlékére, de mindenképpen szerettük volna ezt megtenni, és szeretnénk belőle hagyományt is teremteni, tehát minden évben így augusztus vége felé megrendezni ezt a tornát. A Sarusi Kis család tagjai Andrea, Kata, József és Ádám büszkén és meghatódva állt kameránk elé. Meghatottak vagyunk, nagyon meghatottak és büszkék és boldogok, hiszen hosszú éveket töltöttünk azzal a sportszeretettel, ami a gyermekein is látható, bízunk benne. Számunkra az utánpótlás és Jóska számára a sport szeretet az mindenek előtt volt. Kata életét is átszőtte a sport. Ennek szellemében nevelkedett, és rendkívül büszke édesapja törekvéseire. Az az életszemlélet, amit ő képviselt, az, amit mi kaptunk tőle, és ez, hogyha a sportra vetítjük ki, akkor az, hogy őszinte szeretettel űzni, és remélem, hogy azok a gyerekek is, akik ezeken a tornákon majd részt vesznek, ugyanezt fogják tudni továbbvinni magukkal. A stadion főbejáratánál a családtagok és az ifjú focisták közösen leplezték le Sarusi Kis József tiszteletére kialakított sétány elején elhelyezett emléktáblát. 22 darab kínai nyír emlékeztet ezután a kiváló sportemberre. A MOL Magyar Kupa legjobb 64 csapata közéjutásért lépett pályára a hétvégén a Hódmezővásárhelyi Futballklub MB3-as csapata. Az ugyancsak harmadik vonalban szereplő Füzesgyarmat otthonában lejátszott mérkőzésen a rendes játékidő nem hozott döntést. A meccs a hosszabbítás 98. percében dőlt el, ekkor a hazaiaknak sikerült bevenni Decki kapuját. Ez a gól a Füzesgyarmatnak nem csak a győzelmet, hanem a továbbjutást is jelentette. A HFC az ősszel lejátszott 5 bajnoki és 2 kupa mérkőzésén első vereségét szenvedte el. A csapat legközelebb szerdán lép pályára, 6. bajnoki fordulóban a fővárosban az MTK ellen. Kedves nézőink, Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták, hírműsorral legközelebb holnap 17:30-kor jelentkezünk. Tartsanak majd akkor is velünk, viszontlátásra!